Diétás termékekért fizet maszkban egy vásárló, az ugyancsak maszkot viselő eladónak Nyíregyházán. A felvételek 2022-ben készültek, az üzletet azóta hiába keresnénk a szokott helyen. A KSH statisztikái alapján Magyarországon 2013 óta évente 3-4 ezer üzlet szűnik meg. Ez átlagosan 3,5%-os csökkenést jelent minden évben. Tavaly Budapesten, ahol országszerte a legtöbb üzlet található, a bezárási hullám elérte az 5%-ot is, de Szabolcs-Szatmár-Pereg vármegyében is jelentős volt a megszűnt vállalkozások száma. 2023-ban jelentősebb, 7,6%-os csökkenést mértünk, ennek nagy részét azonban egy országos szolgáltató kiskereskedelmi tevékenységének teljes megszűnése okozta. Üzlettípusonként vizsgálva azt látjuk, hogy az élelmiszer és élelmiszer típusú vegyes üzletek száma 5,2%-kal, a nem élelmiszer jellegű üzleteké pedig 9%-kal csökkent egy év alatt. A szakember szerint hosszabb távon érdemes megvizsgálni a kérdést. Az elmúlt 10 évben a fővárosban csökkent a leginkább az üzletek száma, a legkisebb mértékben a nagyközségekben. Ennek ellenére továbbra is a főváros az üzletekkel legjobban ellátott terület, itt található az ország üzleteinek 1/5-e. 10 éves távlatban körülbelül negyedével esett vissza a kiskereskedelmi üzletek száma. Ez minden üzlettípust érint, de természetesen nem mindegyiket egyformán. A fogyasztói szokások változásával is összefüggésben a legnagyobb mértékben 40%-ot is meghaladó arányban a használt cikk, a könyv, újság és az iparcikk jellegű vegyes üzletek száma csökkent az elmúlt évtizedben. A 2023. decemberi KSH adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében közel 5500 kiskereskedelmi üzlet működött. Ez az ország üzleteinek közel 6%-a. 10 000 lakosra vetítve 114 bolt jut a vármegyében, ez kissé magasabb, mint az országos átlag. A vármegyék közül tavaly Nógrád és Borsodabaúj-Zemplén után itt csökkent a legnagyobb mértékben az üzletek száma, ez 8,4%-os csökkenést jelent. Az elmúlt 10 évben regisztrált csökkenés mértéke azonban az országos átlag alatt maradt. Már a Covid óta azt tudjuk, hogy a internetes kereskedelem azért előtérbe került, és hát nagyon sokan lakosság részére, nagyon sokan most már azt mondják, hogy interneten vásárolnak, tehát előnybe részesítik a bolti értékesítéssel szembe. Másrészt a vendéglátóhelyeket is kevésbé látogatják, inkább a házhoz szállítás lett a divat. Hozzátette, 2024-ben a tavalyihoz képest 3-4%-kal csökkent az egyéni vállalkozások száma Szabolcs-Szatmár-Beregben, de még így is ebben a vármegyében van a legtöbb gazdálkodó szervezet Budapest után.